Mikor a Zeneakadémián tanultam, Unodi Márta tanárnő nél, és egyébként minden tanítványának az óráján ott voltam. Odaültetett az asztalhoz, és mindenki kérdezte, hogy de a Jolko miért ül itt? És mondta Márta tanárnőt azért, mert ő majd az én utódom lesz, és ugyan most még egy kis kitérőt tesz pár évig énekel, de utána majd tanárnő lesz, és szeretném, hogyha mindent megtanulna, és minden hangfajt ismerne, és közben utána mindig megbeszéljük. Annak idején, amikor eljött koncertekre és előadásokra, mindig totál kiborult. És akkor mi, hát énekesek mentünk oda, és mondtuk, hogy de tanárnő jó volt, milyen volt. Kész vagyok, gyerekeim, kész vagyok teljesen. És nem azért, mert rosszak voltunk, hanem hogy mit érez egy tanár. Azt gondolná valaki, hogy hát az előadások azok nagyon nehezek, meg ott a legnehezebb. Nem, nem. Az előadások ahhoz képest könnyűek. A növendékeket hallgatni, az nagyon nehéz dolog. De klassz is. Persze, mert egyben aztán örül az ember, hogy ilyen klassz dolgokat tanít nekik. Egy kicsit könnyedebb vizekre vezünk. Lehár egy csodálatos zeneszerző, aki ugye tudjuk jól, hogy operetteket írt. A Cigány szerelem egy gyönyörű operett, amelyben van egy gyönyörű, mondhatom így, hogy ária. Az a címe, hogy Messze a nagy erdő. Ilka visszatér hazájába, és amikor már arra felé indul, hogy mégis hazatér, meghallja a hegedű szót, és csodálatos vágyjal követi, hogy minél előbb hazaérhessen. Előadja Kis Viktória.
Jó, hogy ez az operett is egyébként. Amikor az ember szabarbár, és csak operát akar énekelni, és valaki véletlen azt mondja, te figyelj, énekelj, már gyere el egy műsorra, és akkor mégiscsak opera énekes vagy, és akkor énekelj egy operettet. És akkor annak én nem énekelek, nem énekelek. És aztán elgondoltam, hogy hát mi az, hogy nem énekelek, hát most jó, persze az operaházban nem, de hát bárhol igen. És aztán elkezdtem tanulni operettáriákat, és rájöttem, hogy hát bizony, elég nehezek, úgyhogy nem kell lebecsülni az operettet. Szórakoztató bár, de legalább nehéz. Kodály Zoltánnak van egy csodálatos műve, a Székelyfonó. A Székelyfonóba az összes csodálatos magyar népdalt egybetette Kodály Zoltán, csinált egy cselekményt, népdalok mondani valója szerint. Ebből hallunk most egy nagyon szép dalt, a Csitári hegyek alatt énekel Gál Mónika. Oh!
Beethoven patetik szonáta, második tétel. Előadja Hornung István. Thank you.
nagyon-nagyon sok pályát. De az énekesi pályát semmiképpen nem lehet Isten hit nélkül csinálni. Azt mondták Pavarottiról, a világhírű tenor énekesről, hogy a Jóisten megcsókolta a hangszavat. Én mondhatom, hogy hívő emberként én is úgy gondolom, hogy a pályát nem lehet másképp csinálni. Tudnilik az embernek a képességeinek és erőinek a határa véges. Csak Istenének. És amikor az ember úgy érzi, hogy nem megy, mert kevés hozzá, akkor Istenhez fordul, és én elmondhatom, hogy nekem mindig sikerült erőt kapni tőle. Tehát nagyon örülök, amikor valaki komolyan a pályára lép, mert attól közel tudom, hogy nem sokára Isten hívő lesz. Ha nem volt, akkor is. Akkor most hallgassunk meg egy csodálatos áriát. Puccini Gianni Schicchiéből, Puccinak van három egyfelvonásos operája, a Köpeny, az Angelica nővér és a Gianni Schicchi, és ebből Lauretta áriáját halljuk most, aki édesapját kéri arra, hogy hadd menjen jegygyűrűt vásárolni párjával. Előadja Bagi Viktória. Offenbach Hoffmann meséi című operájából hallgassuk most meg Giulietta és Miklós duettjét, és megint két hölgyet hallunk,
mert Miklós, egy fiatal fiú, és női hangra írta a zeneszerző. Előadja Pagi Viktória és Kis Viktória. A Viki! Nagyon szeretnénk megköszönni, hogy eljöttek és meghallgatták ezt a koncertet, ez nekünk nagyon sokat jelent. És egy olyan éneket hoztunk, ami valószínűleg többeknek önök közül ismerős lehet, ezért arra kérem önöket, hogy kapcsolódjanak be bátran, és fogadják szeretettel tőlünk ezt a dalt. És akinél van Baptista imakönyv, az a 154. szívónak köszönöm, hogy van. Thank you.
Nagyon köszönjük szépen a ma estét, és hát nagyon köszönjük szépen Tanár Nőnek, ha lehet így szólítani, operaénekesnő Sánta Julánnak a ma esti produkció betanítását, mert az itt egy tanár, én magam is az vagyok, anélkül nem szokott menni, hogy valakinek tanulni énekelni, úgyhogy ő nagyon kellett ehhez, és szerintem ő is nyugodtan jön fel a színpadra. És akkor még hasonló. Üres kézzel viszont nem lehet elmenni. Az én feladatom már sokat kap. Nekem könnyű, mert én a férfi embernek adok. Szeretnék átnyújtani a kis csokoládéinkat még. És mert ugye a hangok mellé azért a kulináris életet. Mondták, hogy ez kell.